Hát ilyen lecserek között felvisszhangzódó hívja fel a figyelmet a Greenpeace a mélytengeri bányászat veszélyeire is többek között. Menjünk Hevesi Flóra a Greenpeace nemzetközi óceán kampányának kreatív kapcsolatokért felelős menedzsere. Jó, Jó reggelt, reggelt kívánok! Reggelt, Ez a mélytengeri bányászat egy picit szerintem még új mindenkinek és a közvélemény számára is. Ez mit jelent és miért veszélyes? Ez egy régóta ott van az ötlet, hogy a tengerek mélyéről fel kellene hozni az érceket, csak a technológia nem tartott ott évtizedekig, hogy ez egy valóban kereskedelmileg értelmezhető ötlet legyen, viszont mostanra eljutott oda a technológia, hogy le tudjunk ilyen hatalmas, porszívószerű gépeket külni a tengerfenékre, és ott ilyen kis nagyságú kis gumókat felhozni onnan, amik tele vannak ércekkel. A az iparágnak, meg a támogatóknak az az érve, hogy ezekre szükségünk van a technológiai átálláshoz, a, viszont nagyon komoly az agálya azzal kapcsolatban, hogy ez mennyire tenné tönkre a tengerfeneket. Az az érdekes, hogy nem csak mi zöldek, hanem nagyon sok tudós, hogy cégek is azt mondják, hogy nem halandóak ezeket az érceket használni, például a Google, a Samsung és a BMW is már kiállt a mélytengeri bányászat ellen. De ez milyen veszélyeket hordoz magában, csak hogy így értsük, hogy miért baj az, hogy a tengerfenékről felhozunk valamit? Hát mert hogy innen nézve azt gondoljuk, hogy a tengerfenék az, az nincsen semmi, de egyrészt van, tehát ahol már feltérképeztük a tengerfeneket, ott tudjuk, hogy nagyon fontos élővilág van, de egy nagyon nagy részét a tengerfenéknek nem ismerjük, jó lenne nem tönkretenni mielőtt megismerjük két dolog, két, két, nagyon fontos például tengerfenékhez kapcsolódó felfedezés volt az elmúlt időszakban. Egyrészt a Covid gyors teszthez egy tenger, mélytengeri algát használtak fel, vagy baktériumot, tehát a, a, gyógyszeriparban folyamatosan használják az új, új találásokat, és a sötét oxigén néven híresült el egy pár hete az a, az a, felfedezés, hogy ezek a kis gumók, amiket fel akarnak hozni, hogy aztán kiszedjék belőlük az érceket, ezek oxigént termelnek. Na most ez alapvetően írja fölül, amit az életről tudunk. Eddig azt tudtuk, hogy az, az oxigénhez fény kell és növények. Ehhez képest ezek a kis gumók 4000 méterre a vízfelszín alatt a tök sötétben oxigént termelnek. Ez egy pár hónapos felfedezés, ezeket akarják most kibányászni, azelőtt, mielőtt tudnánk, hogy, az, oh. hogy ezek például nem játszanak e kulcs szerepet az óceánok egészségében, amik egyébként is már eléggé. Uh -huh. Vagy ami már egyébként is elég. Na és akkor erre a komplex a problémára akarja felhívni a Greenpeace-t a figyelmet, ez az elképesztő videó, amelyben egyébként a Brit Jacob Collier és a Norvég Aurora Igen. koprodukciója látható, döbbenetes környezetben, és egyébként ugye a Greenpeace Arctic nevű hajó, jutottak, illetve jutottatok igen. oda. Egy picit mesélj már előre az élményről, hogy ez hogy zajlott, és milyen a létezés egy ilyen hajón? Hát igen, a Greenpeace története ugye eleve egy hajón kezdődött, az volt az ötlet, hogy itt vannak ezek a hatalmas óceánok, amik tulajdonképpen bármit lehet tenni egy pár száz kilométerre a partoktól, hiszen úgyse látja senki. Ezért nekünk van három-négy hajónk, most próbáljuk az ötödiket összeszedni, illetve a pénzt rá összeszedni, amikkel folyamatosan járjuk az óceánokat. ide az északi sarkra azért, vagy sarkvidékre azért mentünk, mert Norvégia az első ország, amelyik meg akarja nyitni a, ezeket a vizeket a mélytengeri bányászat előtt, és az Arctic Sunrise nevű hajónkkal azért mentünk oda, hogy egyrészt kutatás, végezzünk, megpróbáljuk megmutatni, hogy mi menne ott tönkre. Bálnákat próbáltunk hallgatni ilyen víz alatti mikrofonokkal, mintákat vettünk, mélytengeri fotókat készítettünk. Másrészt a, elvittük ezt a két világszárt magunkkal, ott a hajó, <laughs> és, és egy úszó platformon, ezen az úszó platformon adták elő ezt a ezt a dalt. Ami pontosabban kettőjük egy-egy dala, amit ők ott így össze mi, mi, csak, mi csak annyit mondtunk, hogy figyeltek, ha ráértek, akkor el tudunk titeket vinni. Abszolút szabad kezet adtunk nekik, és ők találták ki, hogy ezt a két dalt ott össze, összegyúrják. Szerintem elképesztő lett az eredmény. Én elég... kerültél te oda? Én úgy kerültem oda, hogy ez a munkám. tehát én a... Jó, de evidens volt, hogy akkor feljutsz a hajóra, és végig követheted ezt a folyamatot? Igen, tehát nekem az, az a munkám, hogy ilyen kreatív együttműködéseket hozzak létre, művészekkel, jó. sportolókkal, jó meló nem? Igen. <gül> <Tetszik>. <gül> Igen. Tehát ugye a Nemzetközi Oceán kampányunkban vagyunk körülbelül 60-an, ebből nagyon sok tudós, kutató, kampányos, politikai elemző, és az én munkám az, hogy megpróbáljak olyan együttműködéseket kitalálni, amikkel ilyen, ilyen izgalmas produkciókat uh -huh. tudunk létrehozni. Na de egy ilyen tényleg elképesztő kreatív kampánynak a szerepe szimbolikus, vagy tényleg el lehet érni hatást és Mondjuk a Greenpeace a kormányokra hogyan tud hatást gyakorolni akár egy ilyen Akcióval. Hát a norvég kormányra például úgy, hogy Aurora az talán a legnépszerűbb mm. euh, norvég euh, popzenész, euh, három millió valahány ezer követője van most az Instagramon, a norvég kormány nagyon érzékeny a nemzetközi hírére, Aurora látásra egy nemzetközi sztár, tehát ők biztosan, tegnap reggel, amikor ez a videó mm. kijött, ők rögtön kaptak egy briefinget arról, hogy itt a nemzetközi szcénán rossz hírünket keltik, ők... Mind a ilyen 30 körüliek, örületesen ö, ö, lelkes követőbázisuk van. Már tegnap lehetett látni, hogy milyen sok száz, vagy tízezeren aláírták a, a petíciót, ami a norvég kormánynak szól. Úgyhogy ez egy ilyen komplex nyomásgyakorlás. Gratulálok. Rendben, gratulálok az a Hevesifforra, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. És köszönjük, köszönjük szépen a, a ma reggeli figyelmet is, holnap jövök Reggel, találkozunk, hétkor. én is jövök, Emili is jön. É, Mindenki itt lesz, reméljük önök is, önök és, is, és, és most is, is. megismételjük, hogy a jengre úgy de tegnap itt volt, a ma indul. A dilemma fél ma este tízko. fél tízkor. Nagyon várjuk azt is. is.